Összefogtak a vidéki karate egyesületek, közös válogatott edzést szerveztek Bátaszéken az elmúlt hétvégén. Ugyanis egy liga versenysorozat indult Magyarországon, melynek célja, hogy motiválja, mozgásban tartsa a fiatal sportolókat. Ennek okán határozta el Nagy Ákos, a bátaszékese, és Ruzsinszky György, a Szarvasi Karate Klub edzője, hogy szeretnék erősíteni a vidéki karatét közös, válogatott edzések során. A vendéglátó bátaszékesen kívül az edzésen jelen volt a Dombóvári Karate Suli Egyesület, a Szarvasi Karate Klub és két szegedi csapat, illetve a zuglói BVSC legjobbjai is. Gyakorlatilag a vidéki karate élet vezetői, vagy azt mondom, most egyelőre a délvidéki klubokkal tartunk egy közös edzést, aminek azért már voltak előzményei, tehát ugye a Magyar Karate Szövetség azáltal, hogy a karate az olimpiára került, próbálja biztosítani azokat a feltételeket, hogy a vidéki karate élet is részt vegyen a nagy hazai karate életbe, egyre jobb feltételeket biztosít számunkra, és mi vidékiek úgy gondoljuk, hogy próbáljuk a magunkét hozzáadni ez az egészhez. Így Ruzsinszky György vezetésével megálmodott vidéki karate élet már olyan szintre emelkedett, hogy van külön vidék magyar bajnokság, illetve most próbáljuk a vidéki karate válogatott projektet kicsit szorgalmazni, ami egyébként a Magyar Karate Szövetség elnökségében nagyon jó visszhangot kapott, és hát ennek lett a folyamánya az, hogy akkor gyertek gyerekek, és akkor edzünk együtt, és hozzuk össze a top versenyzőket, azokat a versenyzőket egyébként, akik a magyar karate élet színpadán már jól és hatékonyan tevékenykednek, edzünk együtt változó partnerekkel, tehát nem mindig ugyanazon búra alatt edzenek a versenyzők, hanem kicsit változtassunk a körülményeken azáltal, hogy más klubok versenyzőivel párba állnak. Ugyanakkor egyébként most nem én fogom tartani az edzést, hanem Ruzsinszky György, egykori felnőtt válogatott edző, és ennek is az a célja, hogy ne csak ugyanazon recept alapján edzenek a srácok, hanem nézzük meg, hogy kinek mi van a boszorkány konyhájában. Ebben a formában nem, de egyébként már tartottunk, tehát volt, hogy vendégedzőként meghívtuk válogatott versenyzőket, és egyfajta ilyen tömegedzést tartottunk, de azért ez most teljesen más. Az inkább ilyen karate népszerűsítő program volt, ez pedig kimondottan arra megy, hogy taktikai, technikai szituációkat gyakoroljunk, és a top versenyzőket minél magasabb szintre emeljük. Nagyon nehéz az idén tervezni, ugye minden sportegyesület, meg ugye mindenki bizonytalanságban éli az életét, de mi azért sportolók mindig is optimisták voltunk egyrésztről, meg mindig is próbáltunk valamiféle célokat keresni annak érdekében, hogy ne csak céltalanul edzünk. Nyilván mi szeretjük egymást, szeretünk edzeni, de azért sportolónak mindig kellenek a célok, és hát most jövő hétvégén lesz a Karate Liga második fordulója, aminek az első fordulóját egyébként itt Bátaszéken tartottuk, tehát ez egy nagyon fontos állomása a felkészülésünknek, illetve a további céloknak. És lesz a ligának egyébként egy harmadik, meg egy negyedik fordulója, majd Zalaegerszegen és Szarvason. És ott majd márciusban meglátjuk, mert nagyon szeretnénk mi a 25. Széki kupát megtartani, ami tavaly márciusban ugye a pandémia miatt sajnos elmaradt, és szeretnénk jubilálni. Most az a kérdés, hogy ezt esetleg a szexádi sportcsarnokba tudjuk-e megoldani, vagy szűkebb körbe a bátaszéki sportcsarnokba, de mindenféleképpen szeretnénk a 25. Széki kupát megtartani. Aztán a többit meg majd meglátjuk. A Szarvasi Karate Klub edzője szerint a Bátaszéki Egyesülettel kialakított barátságnak köszönhetően jöhetett létre a kezdeményezés. Igazából a Magyar Karate Szakszövetségnek a vidékfejlesztési programja indult meg nemrégiben. Több kiváló régiója van a magyar karate társadalomnak. Az egyik ezek közül a Nagy Ákos vezetésével ez a Dunántúli régió, mi pedig Dél-Alföldön Szarvasi központtal vezetünk egy régiót. Már régi jó együttműködés van közöttünk, az Ákosnak kiváló versenyei vannak a bátaszéki csapat rendezésében. Oda rendszeresen el szoktunk jönni, és itt alakult ki igazából, azt mondhatom bátran most már, hogy barátság közöttünk. Utána a koncepciót felelnek a vidékfejlesztési programnak a keretében kicsit szorosabbra fűztük az együttműködést, és
ősszel már jártak nálunk vendégségben a bátaszékiek, csináltunk egy közös edzőtábort, most pedig ők hívtak meg minket, ugyanis egy liga versenysorozat indult a Magyarországon, aminek a célja az, hogy pótolja a kiesett hazai és nemzetközi versenyeket, és versenyben mozgásba tartsa, motiválja a fiatalokat. Ennek szintén az első fordulója itt Bátaszéken volt, tehát azt gondolom, hogy Ákos az mindenből kiveszi a részét, és ő is a munkájával építi a Magyar Karate Szakszövetséget. És a következő fordulóra Újpesten fog sor kerülni jövő héten, és erre igyekszünk így együtt felkészülni, és hívtuk meg most már más vidéki klubokat is, nem titkolt célunk az, hogy szeretnénk erősíteni a vidéki karatét. Ezek a régiók összefogtak, van még ezen kívül Miskolcon, illetve Zalaegerszegen egy hivatalos régió, nagyon jó együttműködés van közöttünk, és terveink között szerepel az is, hogy egy nyári közös vidéki válogatott edzőtábort, úgymond vidék válogatott edzőtábort hoznánk létre, ahol az összes olyan vidéki sportolónak segítenénk a munkáját, és próbálnánk őket magasabb szintre emelni.